Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai weekend is sok-sok izgalmas programot tartogat. Kezdjük is rögtön a bemutatkozást ezzel a gyönyörű két kutyussal. Jó estét kívánok! Hát sziasztok, kutyusok! Zara és Nelson és gazdáik érkeztek ide a stúdióba, és hát ugye a kutyusok nem tudnak izzadni, viszont jókat tudnak lihegni, hát lassan most már megnyugszanak. Két gyönyörű példányt látunk, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sok hasonló szép kutyust láthatunk majd június 17-én a Múzeum faluban. Na hát mire is készülnek a szervezők? A Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületének Nyíregyházi Önálló Jogú Szervezete rendezésében megrendezük az országos CAC kutyakiállítást. Hát most már ez minden évben visszatérőnek mondható, mert sikerül a vezetőségünknek úgymond a hosszú évek sor alatt úgy évről évre megnyerni ezt a kiállítást, ugyanis ezt pályázni kell az országos szervezetnél. Itt ezen a kiállításon a küllembírálatok fognak folyni, tehát 8 bíróval fogunk dolgozni a kiállításon. A nevezési létszámot még nem tudom megmondani, mert a technika, ugye az online nevezési rendszerben dolgozunk, és még most is folynak a nevezések. Hát olyan 500 kutya körül szokott lenni ezen a rendezvényen. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy már maga az egy presztízs, hogy ezt a kiállítást évről évre itt Nyíregyházán rendezzék? Hát presztízsnek mondható, mert ezt tehát pályázni kell. Van az országban több szervezete a MEOS-nek, tehát a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületének Szövetsége, van több szervezete, és pályázni kell a kiállításokat, pontozzák a kiállításokat. Ugye a mi helyszínünk egy rendkívül jó, a Falumúzeum, szerintem az országban nincs még egy ilyen helyszín, ahol kutyakiállítást szerveznek, és így sikerül elnyernünk minden évben a kiállítást. Úgyhogy tavaly voltunk 60 évesek, tavaly évben. Ennyit tudok elmondani itt hirtelen. Hát azt gondolom, hogy tényleg szép születésnapi ajándék már az, hogy ilyen sikeresek ezek a rendezvények. És én emlékszem már gyerekkorom óta arra, hogy ha bárhol ilyen kutyakiáltás, nyilván amikor én gyerek voltam, ugye a múlt évezredben, azért még nem volt olyan sok ebből, de mégis amikor már a gyerekeimet is vittem, ez mindig évről évre ugyanúgy tudnak örülni, teljesen... mindegy, hogy hány kutyus és milyen, tehát maga a kutya szeretete az, amely nagyon sok ember számára ezt a programot látványossá és vonzóvá teszi, de ugye ez a nagy közönség, a másik oldal pedig maga a kutyabarátok, illetve a kutyatenyésztők, akik fontosnak tartják, hogy elvigyék a kutyáikat. Egyáltalán miért tartják fontosnak a kutyások azt, hogy ezeken a versenyeken részt vegyenek? Hát fontos ugye a kutyának a tenyész minősítése, tehát magyarul, hogyha tenyésztésbe akarnak fogni egy kutyát, több kiállításon kell országos vagy nemzetközi kiállításokon megmutatni a kutyát. Magyarul egy visszaigazolást kap ugye a bírótól a tulajdonos, hogy esetleg annak a kutyának milyen hibái vannak, vagy mik az előnyei, tehát ezt mind elmondják ott a bírói körbe elhangzik, és ugye van egy konkurencia, amiben fel tudja mérni az adott tulajdonos a kutyáját esetleg, ha már eljussz szakmailag arra a szintre, hogy vannak az országban esetleg nála jobb kutyák, vagy milyen szinten áll a tenyésztésben. Zarát meg Názont egy kicsit mutassuk be, de nagyon cuki abban a pillanatban rám is nézett, volt szemkontaktus, hogy meghallotta a nevét. Ők milyen díjakkal büszkélkednek? Hát ők munkavonalú kutyák, tehát küllem kiállításon nem kell őket különösebben felmutatni. Igen, tehát azt akarom mondani, hogy ugye itt főleg a munkára van tenyésztve a kutya, és egy erős kitűnő a kutya, de nem biztos, tehát van nála jobb kutya, magyarul, én mint tulajdonos azt mondom a saját kutyámról. Mi tenyésztettünk német juhászt évtizedeken keresztül küllemre, most ebbe mentem át. Úgyhogy... A kutyákban Nelson hasonló? Igen. Nelson szintén hasonló. Ő is munkavonalú kutya, ő rendőr kutyáknak a gyermeke, úgymond. Tehát effektíve a BM vonalt azt ő örökíti.
És hát, hatalmas, ha megtenné Tibor, hogy fölállítja ismét. Hát igen, ő kiállításon azért is nem lenne jó, mert a német juhásznak a standard magassága 68 centi, aha, de ő egy kicsit túlnőtt, mert ő 72 centi, és 55 kiló, tehát súlyban is ott van, ahol a magassága, de elég összetetten tud mozogni, és nagyon jó munkája viszont. És az egyik legnépszerűbb kutyafajtáról van szó, ugye? Tehát, hogyha akár itt a filmes vonalra gondolok, ugye a Rexre, vagy, hát ugye, a Cantor. Vagy a Cantorra, igen. Hát ugye mi magyarok elsősorban, magyar, akkor legyünk büszkék Cantorra, de azt hiszem, hogy a gyerekek számára is, hogyha kutya, akkor ez a klasszikus farkas kutya, tehát igen. Őket szeretik. Töretlen ennek a fajnak a népszerűsége? Még mindig? Vagy hát azért most, vannak feljövőben levő más kutyusok? Igen, tehát úgy néz ki, hogy volt ugye kisebb leágazás, úgymond, hogy más fajtákhoz mentek át, de töretlen. De ennek a kiállításnak amúgy az a lényege, hogy a többi fajtát is megismerjék. Tehát itt az a lényeg, hogy a néző vagy a gyerekek úgymond ne csak a farkas kutyát ismerjék meg, hanem megismerjék az érsettert, vagy a spánielt, vagy... Hányféle kutyus vagy... lesz majd itt június 15-én? Hát 120 fajta biztos, hogy látható lesz itt a Falumúzeumban, úgyhogy elég népes lesz a tábor. Vannak nagyon különleges kutyák, amiből kevés van mondjuk Magyarországon, és esetleg vannak, könnyen győznek mondjuk vannak, egy igen, igen, tehát vannak olyanok, amikből pár egyet szám található. Persze, hogy egy ilyen kiállításon ugye nincs konkurencia, uh-huh. Sokkal jobban szerepel a kutya. Hát azt tudni kell, hogy 10 fajta csoportban bírálják a kutyákat, és utána a végén egy best in show-val zárunk majd a rendezvény 2 óra tájékán, és akkor itt minden fajta csoportból felvonulnak a fajta győztes egyedek, amikből kiválasztják az adott fajta csoportnak a legszebb kutyáját, majd kiválasztják a legszebb bébi, veterán, kölyök, és végül a bis, tehát magyarul az egész kiállítás legszebb kutyáját. És hogyan tud valaki, vagy hogyan lesz valaki zsűritag, vagy bíra, vagy bíró, vagy nem tudom, hát, hogy... Tehát a MEOS-nél indítnak bírói tanfolyamokat, egy bírói tanfolyamon kell részt venni, tehát hát elég összetett dolog, ugye itt a kutyának a csontozatától kezdve, az anatómiai teljesen ismerni kell a kutyát. Ugye kell hozzá egy szem is, tehát hogy tudja bírálni a kutyát, a testtájakat, magát a kutyán a testtájakat, ugye a bíró külön bírálja a fejet, a mart, a fart, ezeket a dolgokat, és ugye annak megítélni esetleg a hosszát vagy a helyzetét, ugye ezt kell tudni, és hát először is, tehát ha tenyészt az ember, ugye akkor sokkal jobban rálát egy fajtára, tehát én azt vallom, hogy amit tenyésztek, ahhoz a fajtához értek legjobban. Ugye azt hiszem, hogy volt már szó a nevezési határidőről, meddig lehet még a kutyusokkal? Hát a nevezési most vasárnap zárjuk le a nevezési határidőt, ez a www.meoennyiregyháza.hu weblapon keresztül megoldható a nevezés, már postán nem tudjuk fogadni, eddig postán is kaptunk több nevezést, és utána elkészül a katalógus, mert ugye ennek a rendezvénynek van egy katalógusa, uh-huh. Amit az ottani kiállított kutyatartók magukhoz kapnak, és esetleg ugye a kiállításon látják a konkurenciát, hogy esetleg miből származik a másik kutya, amivel szembeállnak, vagy a tulajdonosát, hogyha esetleg később ebben tenyészteni akarnak, vagy egy párasztatni. Mint egy portfólió kutyával. Tulajdonképpen. Igen, már csak egy technikai kérdés, tehát június 17-e szombat, hány órakor érdemes kilátogatni? 9:30-kor kezdődik a megnyitó, és 10 órától kezdődnek a bírálatok. Annyi, hogy közben lesznek még színes programok, ilyen dog dancing bemutató, nekünk van itt Nyíregyházán agility csapatunk, ők fognak bemutatózni egy másik csapattal, úgyhogy érdemes kilátogatni, gyerekeknek is sok látnivaló lesz a rendezvényen. És akár simogatni is lehet ezeket. Akár simogatni is, tehát ott, amik kiállításra járnak kutyák,
nagy része azért szocializált, tehát ugye az emberekhez szokott úgy, hogy nagy esély van arra, hogy lehet több kutyát megsimogatni. Köszönjük szépen egyrészt az információkat, másrészt meg, hogy két ilyen nagyon fegyelmezett, intelligens és csodaszép kutyus érkezett ide hozzánk. A végére aztán most már így el is csendesedtek. Úgy látszik, megszokták. Akár itt is maradhatnak velünk.